Az ausztriai Destillata 2018-as versenyére idén mintegy 100 vállalkozás nevezett Ausztriából, Olaszországból, Magyarországról, Franciaországból és Horvátországból, de Hollandia, Svájc és Argentína is képviseltette magát. A 12 évvel ezelőtt egy osztálytalálkozón megálmodott két Szabolcs megyei barát vállalkozása, a Tuzséri Pálinka Manufaktúra is részt vett a megmérettetésen, ahonnan a nemzetgyőztes érmet hozhatta haza. Már 12-ben miénk lett az év Magyarország legjobb pálinkája, 14-ben már a világkupa legjobb pálinkája, és azóta is ugyanígy, ahogy a Destilláton most is kaptuk ezt a nagydíjat, előtte már voltak aranyérmeink, a magyar versenyeken is mindig a legjobb magyar pálinkások között szerepeltünk, és ez volt a nem magyar megjelenésünk között a legnagyobb címünk. Ez az osztrák nemzetgyő, osztrák legnagyobb Destilláta pálinkaversenyen lettünk magyar nemzetgyőztes pálinka, ami ez azért különleges, mert itt az átlagtermékeinket vizsgálják, az összes beadott termékünket vizsgálva kapunk egy átlagminősítés, és ebben lettünk a legjobb magyar pálinka főzde. A manufaktúrában a minőség mellett fontos szerepet kap a környezetvédelem és az energiatakarékosság is. A gyümölcsmagok eltüzelésével például gőzt állítanak elő, amelyek segítségével működtetik a pálinka főzőgépeket. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője büszke a tuzséri pálinka főzőre. Mint mondta, egy ilyen nemzetközi siker nagy dicsőség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének és az országnak is. A tuzséri pálinka manufaktúra Ausztriában győztes lett. Ez egyrészt azért is siker, mert Ausztriában jobban megismerik a magyar pálinkát, a Ausztriától legtávolabb eső keleti vidék, keleti térség, ennek a választókerületnek a pálinkáját, amiknek azért él harcosa, ahogy tetszik, a tuzséri pálinka manufaktúra. Másrészt meg mindig egy kiugrási lehetőség a távolabbi nemzetközi ismertség és piacok felé. A képviselő az Európai Tanács tagjaként lehetőséget lát egy európai kulturális útvonal létrehozásában. Tilki Attila kiemelte, külön öröm volt számára, hogy a manufaktúra tulajdonosai partnerek voltak abban, hogy a tuzséri pálinka főző a nemzetközi kulturális útvonal élére álljon. Baracsi Endre, a Szabolcs megyei értéktár alelnöke szerint egy ilyen világhírű díj nagy mértékben hozzájárul a megye turisztikai életéhez. Abból a szempontból egy külön öröm nekünk az, hogyha a pálinkáról tudunk beszélni úgy, mint minőségi termékről, hiszen ez a turisztikával abszolút összeköthető és ezer szálon kapcsolódik, hiszen hogyha valaki turistaként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogat, akkor biztos, hogy a pálinkát keresi, és egyre inkább nőnek az igények, nem csak a szállás, nem csak a szolgáltatás szintjén nőnek az igények, hanem valóban a gasztronómia terén is, és minőséget szeretnének fogyasztani, és hogyha minőségi pálinkával tudjuk őket kínálni, akkor biztos vagyok benne, hogy egy idő után nem csak ők jönnek el, hanem hoznak magukkal vendégeket, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusának ez egy újabb lökést adhat. A magyar főzdék kiválóan szerepeltek a Destillata pálat versenyen. Magyarország összesen 58 éremmel a harmadik helyen végzett. 8 arany, 21 ezüst, 28 bronz és a nemzetgyőztes éremmel térhettek haza.